Köszöntöm a nézőket, jó estét kívánok, egy újabb közmeghallgatást, a polgármester hivatal műsorát láthatják. Mai vendégünk Bunta Levente, polgármester, akivel aktuális kérdéseket boncolgatunk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. 2012-es évet családbarát évként hirdette meg. Tudjuk, hogy a korábbi évek is kaptak címkét, a 2010-es a beruházásoké volt, 2011-es pedig a fenntartható fejlesztésért éve volt. Miért lett az idei a családbarát? De valahogy úgy vagyunk vele, hogy az ember szereti megfogalmazni, hogy miért dolgozik. Persze, hogy eddig is dolgoztunk a székelyudvarhelyi családokért, az udvarhelyiekért, hisz ezt vállaltuk, 4 év alatt ez volt a munkánk. De egy kicsit noszogatjuk magunkat, ösztönözzük. Tehát, hogyha sokszor mondják a gyereknek, hogy rossz, akkor lehet, hogy rosszá is válik. Hogyha pedig nemes célkitűzéseket fogalmazol meg, akkor talán azoknak elérésében eredményesebb leszel. Mondom azt, hogy eddig is nagyon fontos volt az, hogy családbarátok legyünk, hisz így tudtuk az iskolát rendbe tenni, a Benedekelek iskolára gondolok, így tudtunk jó pár iskolába úgy rendbe hozni a sportpályát, hogy kinyitottuk az udvarhelyi gyerekek számára. Így tudtunk még egy bölcsőde épületet rendbe tenni, először megszereztük, hisz nem volt a miénk, megszerezni és kialakítani. Sorolhatnám, tehát számos olyan munkálatunk volt, ami mind a családbarát tevékenység jegyébe zajlott. Nagyon fontos például a távfűtési rendszer modernizálása, hisz vagy 2500 család, azaz 7000-8000 ember függ ettől a fűtési rendszertől, és még sorolhatnám. Viszont azáltal, hogy ezt kinyilvánítottuk, hogy családbarát évként szeretnénk udvarhelyet a 2012-ös évbe, ezáltal ösztönözzük is magunkat. Szeretnénk, és a kollégáinkat is, mindenkit. És talán a lakókat is. A lakókat is természetesen, hisz a lakók azért partnereink is. Hogyha arra gondolok, hogy a tábor negyedi játszóteret hogyan újítottuk fel, akkor bizony ott voltak a kisgyerekek is, vagy a Betlen negyedben, ugyanúgy, amikor a játszóteret újítottuk fel, és ennek nagyon nagy szerepe van. Most egy grundot teszünk rendbe, ugyancsak a Betlen negyedbe, a kettősbe, a külső részen, és ott is számítunk arra, hogy segítenek az udvarhelyiek, jönnek és közmunkáznak. Úgyhogy, vagyis velünk együtt dolgoznak. Úgyhogy ez rendkívül fontos ilyen szempontból, és elkezdtük, ugye, hogyha azt mondom, hogy nagyobb hangsúlyt fektettünk arra, hogy feltakarítsuk a tértől hátra maradt port, sarat, akkor ez szinte látszott az elmúlt 2 hétben. Még mindig itt-ott hófoltok találhatók, például a múzeum vagy a művelődési ház előtt épp néztem, hogy a grundban még van egy kis hófolt. Szedjük össze a sarat, nyírjuk a fákat, ez egy megszokott éves tevékenység. De arra kértem a hulladékgazdálkodó céget, hogy bizonyítson, hogy az idén még inkább próbálja idejébe összeszedni a sarat és port, és hogy ne vesszőseprűvel sepregessenek, hanem cirokseprűvel, amivel össze is lehet szedni nem csak a nagyját, hanem a port magát is. Úgyhogy gyakorlatilag az ilyen mindennapi törődéstől elodáig, hogy szeretnénk rendbe tenni több játszóteret az idén, hiszen erre igény van, vagy szeretnénk pingpongasztalokat, ugyanis a tavaly 2 a Csereháton elhelyeztünk, ilyen kültéri, új, modern pingpongasztal, nagyon szépen, szinte kívánatosak, úgyhogy lehet, hogy egyszer majd én is kimegyek egyet játszani, mint ahogy kosaraztam a tábor negyedi játszót. Is, meg gyerekkorunkban ilyen asztalok mellett nőttünk. Igen, ez nagyon fontos, tehát az, hogyha nem lett volna ilyen asztal, talán nem tanulunk meg pingpongozni, és nagyon sok gyerek így van ezzel. Na, tehát ezt lehet folytatni a hideg aszfaltozástól, amit elkezdtünk egész a járdákig, az idén megint nagyobb hangsúlyt kapnak a járdák, hisz nagyon sok udvarhely nem autóval, és szeretnénk ösztönözni is, hanem babakocsival, vagy az idősebbek gyalog járnak, és minél több járdát, főjárdákat és az összekötő járdákat, az idén már sor kerülnek a negyedek belső átkötő járdáira is, úgyhogy jelentős pénzösszeget különítettünk el, és minden, ami a következőkben megfogalmazódik, a távfűtési rendszer rehabilitálásától kezdve, a jövő héten nagyon-nagyon fontos mozzanata lesz az éves tevékenységünknek, az egész, azt hiszem, 20 éves udvarhelyi történelemnek jelentős mozzanata lesz, hisz felavatjuk az újba tett, szinte teljesen új víztisztító állomást. Ezt is a családbarát év
jegyébe végeztük el, és figyeltünk oda még inkább a minőségre. Tehát, hogyha mondod, hogy ez neked fontos, és mondod a kollégáidnak, és ezt az üzenetet továbbítod, akkor elképzelhető, hogy többen érzik ennek szükségét, és többen dolgozunk szinte mozgalomszerűen. Mindenki ott, ahol van maga során. Akár, hogyha ennek jegyébe például megsepli többször a kapu elejét, akkor már tett azért, hogy tényleg a családbarát udvarhelyér az a lakó is azt a kis valamit, amit ő megtehetett. Nem nagy dolgokat várok el. Akár az, hogy felvegyen egy papírt és dobja be a kukába, ha valaki eldobta, vagy szólítsa meg azt, aki rosszul parkírozik akár a járdán. Tehát együtt próbáljunk tenni ezért a városért, magunkért, azért, hogy egy kicsit otthonosabb legyen, és én gondolom, hogy ez bátran felvállalhatja mindenki a maga során, épp ott, ahol van, és épp akkor, amikor tudja. Figyeljünk egymásra. Igen, rendkívül fontos. Családbarát címke alatt már több beruházást, munkálatot sorolt, én is fölírtam jó párat talán. Akkor ezen címke alatt megnézhetjük, hogy mire számíthatnak idén a lakók még, milyen beruházások, munkálatok lesznek. Írtam a várat, a gimnáziumot például. Igen, örvendek annak, hogy ha bár a gimnázium épülete nem a mi tulajdonunk, de a város használja oktatási célokra, hogy végre hosszú évek után először is lehetővé tettük, hogy a város költhessen a gimnáziumra, ugyanis a státussal kiegyeztünk a katolikus egyházzal, hogy ideadják nekünk hosszú távra 15 évre. Azért maradt le az udvarhelyi gimnázium az elmúlt 8-10 évben, az egyéb hasonló, például Csíkszeredai Mártonáron gimnázium feljavítási munkálataihoz képest, mert nem rendezte el a hivatal, hogy átvegye az épületet, nem volt jogi keret arra, hogy kormánypénz, vagy minisztériumi pénz, vagy akár pályázati pénz lehessen erre költeni. Na ezt megoldottuk, megegyeztünk, szerződést kötöttünk, sőt az elmúlt évben elkészítettük azt a több mint 1 milliárd lejbe, régi lejbe, tehát 100 000 lejbe kerülő tervet is, az úgynevezett előtervet, dalit, ami alapján elkezdhetjük a felújítási munkálatot. Tehát eddig neki se foghatott volna a város, és ez egy hiányosság volt. Ugyanúgy megegyeztünk a Backamadarasi liceum tekintetébe. Az épület sajnos a gimnázium eléggé lerongyolódott, hogy úgy mondjam. Talán nem voltunk, hogy ne mondjam, hogy nem voltak jó gazdái azok, akik kellett volna többet foglalkozzanak a gimnáziummal. De mindegy, a múlt most már nem lényeges, hanem aminek én örvendek, hogy azon kívül, hogy van a költségvetésünkben pénz, hogy a tetőt rendbe tegyük, és azokat a díszeket stabilizáljuk, amelyek veszélyessé kezdtek válni, a minisztériumnál is elértük, hisz műemlékről van szó, a Tamási Áron épülete műemlék, hogy befogódjon az éves költségvetésbe. Tehát úgy mondjuk, hogy pozíción szerepel, hát tervezésre elkülönítettek régi pénzbe 500 millió lejt, vagyis 50 ezer ront. Ez azért fontos, mert innet kezdve lehet költeni. Beszéltem is a miniszter úrral, Kelemen Hunorral, az RMDS elnökével, és arról tárgyaltunk, nem mondom, hogy megígérte, de valami hasonló módon jelezhetném a beszélgetésnek a konklúzióját, hogy júniusban, amikor lesz költségvetés átcsoportosítás, akkor számíthatunk még további segítségre. Ugyanolyan jó az, hisz az udvarhelyeknek egy régi álma, vágya, egy elvárása szinte úgy a mindenkori vezetés felé, mint a román állam felé, hogy a székelytámat várat, a csonkavárat, annak romló állapotát valahogy megállítsuk és rendezzük. Ugyanúgy a székelytámat vár szerepel a minisztérium költségvetésébe. Egy 5 milliárd lej fölötti összeg van régi pénzben, tehát 500 ezer lejről van szó új pénzbe, ami arra fordítható, hogy a tervezést befejezzük, és elkezdjük a munkálatokat. Tehát az idén gyakorlatilag elkezdhetők a székelytámat várnak is a rehabilitálása. Ez abból fog állni, hogy egyfelől a várfalakat megerősíteni, a hátsó bástyát befedni,
ezt követően az első bástyát kiemelni, és az egész várat rendbe tenni olyan szempontból, hogy lenne vinni a szintet, ezáltal óva a liceum épületét is, és a várfalakra nehezedő nyomást is csökkenteni, tehát kiemelni mindegy a várfalat látványosabbá és használhatóbbá tenni, úgyhogy ez is nagy öröm a számukra. No, aztán ahogy látjuk, hogy a tavasz lehetővé teszi, hisz még a hétvégén inkább sízni lehetett, mint dolgozni, neki fogunk a munkálat folytatásának a szennyvíztelepet érintően. Azért fontos a szennyvíztelep, mert egyfelől ugye, hogy ne szennyezzük környezetünket és a környékbelieket, a keresztúriakat, a segesváriakat, a meggyesieket, stb. De ezen túlmenően számunkra egy újdonság az, hogy végre pályázott pénzből eszközlünk felújítást a vízhálózatot tekintve, vagy a szennyvíztisztítást tekintve, a vízellátást tekintve. Ugyanis eddig kölcsönpénzből dolgozott a város, amit meg kell adni. Ennek a pénznek nagy része, 80%-a pedig behozott pénz, pályázati pénz, és nem mindegy, hogy nekünk majd meg kell adni 3,5 millió eurót, és azt vissza kell leosztani arra a 12 ezer családra a következő években, vagy nem. Ó, úgyhogy a Márton-Áron teret is szeretnénk ünneplőbe öltöztetni, említettem a piacot további asztalokkal felszerelni, modernizálni, csinosítani. A távfűtési rendszer esetében pedig van egy előmegállapodásunk, hogy szeretnénk németekkel, egy GEA nevű céggel biomasszás hőerőművet telepíteni. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 20-25%-kal lehet olcsóbb a fűtés, hogyha ez elkészül a távfűtési rendszerbe, és természetesen, hogy biztonságos. Vállaltuk mi, hogy előszerződünk a közbirtokosságokkal, és a városnak is van erdeje, hogy biztosítsuk a fa mennyiséget, és bízom benne, hogy ez is egy olyan útnak a kezdetét jelenti majd, amelyiket siker ötvözi. Egy másik céggel egyezkedünk a mostani konkrét lépésekbe. A közüzem készül arra, hogy vagy 10 tömbházat a vízszintes ellátás egyébe modern, hogy egy csomó minden történik, és örvendek annak, hogy például Bukarestből kaptuk tegnap a hírt, hogy lehetséges, hogy 20 milliárd lejt kapunk a szociális lakások építésére. Ez azt jelenti, hogy 2 millió új lej, és ez azt jelenti, hogy talán egy olyan 200 ezer új lej, tehát RON hiány meg is volna az összeg ahhoz, hogy be tudjuk fejezni az épületeket még az idén, tehát hogy elkészüljenek őszire. A többi is, ne csak az a kettő, amelyik most már elkészül. Tehát a teljes tömbrendszert idén akár át is adnád. Még 3 lépcsőház legalább átadódik a kettő mellett. Úgyhogy ezek mind örömök a számunkra, és nem csak. Tehát tudjuk azt, hogy a Habenstrom villa az magántulajdonba került, tudjuk azt, hogy a múzeum épülete ugyanúgy visszaperelődött az elmúlt időszakban, tehát nem a város tulajdona, és keressük a megoldást arra, hogy a múzeumnak, kulturális intézményeknek legyen egy otthona. Vagy akár a könyvtárnak. Otthona. Hát én remélem, hogy a könyvtár ott tud maradni, ahol van a városközpontban, de itt még nagyon sok tendő van, hisz hogyha felsőfokú oktatásról beszélek, akkor ugyanúgy keressük a következőkben azt a helyszínt, amelyik szolgálhatná, hogy ez ne legyen akadály. A Szapiencia Egyetem rektorával tárgyaltam a hétvégén is, ő és Kató Béla, a kuratórium elnöke, ma úgy tudom, hogy Pesten, tegnap Pesten tárgyaltak. Tehát lépni kell ahhoz, hogy udvarhely, tényleg udvarhely, mint iskolaváros megjelenülhessen, lépni kell a tekintetbe is. Itt valószínű, hogy a bérlemény lesz a megoldás, de mindenképp dolgunk van elég, és úgy érzem, hogy ha közelednek a választások, hanem próbálunk olyan ütembe dolgozni, mint eddig, és remélem, hogy az eredmények is megfelelőek lesznek. Nézem a listámat, lesz idén még sportcsarnokavató, Barompiac ügye is rendeződött. Igen.
van még CT-t adtak át, vannak pillanatok nem, még. Nem unatkozunk egy cseppet sem, és tényleg egy ilyen CT, amit a tegnap előtt adtunk át, az egy nagyon jó dolog. Hisz Udvarhelynek eddig nem volt CT-je. Azaz volt egy CT, amit idehozott egy magáncég, ami már régi is volt, és hol működött, hol nem. Ez a város első CT-es. Ráadásul most jelenleg a megye legmodernebb CT-je, egy Siemens nevű gyártmány, ami szolgálja nem csak az udvarhelyeket, hanem környékbeléket. Ennek az értéke több mint 7 milliárd régi lej, tehát azért egy nagyon vaskos beruházás. És remélem, hogy szolgálja az udvarhelyeket. Én elmondtam, hogy ez egy kicsit olyan, mint annak idején, ahogy a korondi gyerekek kibirkozták maguknak nálam, vagy nálunk a megye önkormányzatnál a sporttermet. Itt az udvarhelyi orvosok voltak azok, akik jól dolgoznak, fejlesztenek, ugye elkezdték a sebészetet, folytatták a szemészettől elkezdve, ide járnak nőgyógyászati vizsgára a környékbeli települések, Baróttól, Szentgyőrtől, Csíkszeredáig nagyon sokan. Kilobbizták a cseke miniszter úr látogatásakor, persze a cseke minisztert mi hoztunk ide, RMDSZ-es miniszter, hogy ez a kórház tényleg megérdemel többet, és így mint egy 20 milliárd lejes kiemelkedő beruházásba lehetett része az udvarhelyi kórháznak, és ennek az egyik része ez a CT, amelyik egy nagyszerű dolog. Azt is írtuk, hogy az utóbbi két évben a cseke miniszter látogatását követően szinte nem maradt olyan osztály, ahol ne lettek volna munkálatok. Ezt mondtam, hogy cseke miniszter az udvarhelyi kórház barátja, az udvarhelyiek barátja, de azért kell azt tudni, hogy ahhoz ez, hogy így történjen, nagyon sokan vagyunk, vagy voltak mögötte, Verestői Attilától, Antal Istvánig, nagyon sok olyan RMDSZ politikus, aki noszogatta, ösztönözte azt, hogy a dolgok így történjenek. Úgyhogy köszönöm nekik az udvarhelyek nevében. Hallottam egy érdekes közlekedésügyi ötletüket, hogy a Gábor Áron utcában összekötnék a Gábor Áron utcát pontosabban a Győzelemmel, a Betlen negyedben. Az elmúlt években próbáltuk a körforgalmak által és a fejetlen egyenirányítások megszüntetésével a forgalmat egy kicsit hatékonyabbá tenni, és valamennyire sikerült. És ez volt az első lépés, ugye az Orbán Balázs utca, azokat a cölöpöket a járdáról, a Kossuth utcáról kiszedtük, fizetéses parkírozást vezettünk be, tehát sok minden történt ahhoz, hogy egy kicsit jobb legyen. Most már merünk gondolni egyébre is, többre is, és az első lépésként ugye az udvarhelyiek 12 ezer családból 8 ezer a tömbházakban lakik még mindig. És annak nagy része a tábor Betlen 1, Betlen 2-be. És ott nagyon zsúfolt. A forgalom szinte sokszor lehetetlen. Úgyhogy ha a Győzelem utcát összekötnénk a Gábor Áron utcával, akkor ennek a tábor, ugye mert ott tér össze a tábor és a Betlen negyed, a Betlen negyednek a kivezető forgalmát hatékonyabbá tudnánk tenni. Ugye a sugárút az befejeződik a garázsoknál. És egyezkedünk az ottani tulajdonossal, és egy jó, tehát piaci áron, mindenki számára elfogadható áron úgy tűnik, hogy meg tudunk egyezni, ha meg tudunk egyezni, és akkor össze tudjuk kötni a Győzelem utcát a Gábor Áron utcával, és gondolom, hogy ez is minnyájunk örömére fog szolgálni. Az biztos, hogy a negyed forgalmát mindenképpen könnyíteni. Igen. Térjünk át egy másik témára, március 15-ét háromnapos ünnepség sorozattal ünnepelte a város. Volt a hagyományos főtéri rendezvény, számos kiegészítő rendezvény, illetve nem utolsó sorban a tudományos konferencia, mert egy rendhagyó kezdeményezés. Igen, közben nekifogok olyan jellegű feladatoknak is, ami nem előír, de tudom, hogy szükséges. Ugye a megyei önkormányzatnál, amikor dolgoztam, elnökként, alelnökként, akkor tényleg vízvezetékrendszereket építettünk Kivótól egész le Szent Tamásig, Fenyédig, Máli falváig. Utat építettünk a Libánon keresztül. A utat vittünk ki, aszfaltutat Oroszhegybe, Lengyelfalvára, sorolhatnám Kányádig, Szent Ábrahámig. Azelőtt itt mind köves utak voltak, földutak akár. Ezek fontos fejlesztések, hisz ez fogja megalapozni a jövőt. Viszont helyet kell hagyni egyébnek is.
és felvállalok időnként ilyen jellegű feladatokat is, hogy a tudományosságról tárgyaljunk, ne csak a vendéglőbe, útszélen, felkészületlenül tárgyaljunk fontos dolgainkról, akár a székely történelemről, hanem annak adjuk meg a kellő súlyt és tiszteletet. Ugye Székelyföld mindig el volt hanyagolva, ha arra gondolok, hogy nem igaziból voltak itt egyetemek, nem igaziból voltak közgazdászok, hisz a rendszer, az előző rendszer nem nagyon engedte, még jogászokat sem engedett, hogy túl sok legyen a Székelyföldön, vagy hogy azok a mi sorainkból kerüljenek ki. Ezeken az állapotokon változtatni kell. Egyszer kell a felismerés, ugye, hogy bár képesek lennénk, alkalmasok, hisz nagy elődjeink vannak, mint Bolyaitól kezdve Toró Tibor nemrég elhunyt fizikusi, vagy Körösi Csoma Sándorig, akik letették a névjegyüket a történelembe és a tudomány tekintve. Viszont azért a teljesítményünk nem kimagasló, sőt le vagyunk maradva egy kissé. Vidék vagyunk ilyen szempontból. Ezen kéne változtatni, és ha ezt nem mondod ki, hogy mi a probléma, mi a gond, hányadán állunk, akkor valószínű, hogy nem lesz változtatás is. Mert Afrikában a masszáj törzsek úgy, ahogy vannak, nagyon boldogok attól, amilyen állapotban vannak, hogyha az egyiknek van 3 marhája, és lesz 4, akkor már úgy érzi, hogy rendben van a világ körülötte. Nem akarok értékítéletet mondani. Lehet, hogy az is egy olyan világ, aminek helye van, és ami az ottani embereknek talán jó, és nem is akarnak más. De én meg vagyok győződve, hogy mi egyebet szeretnénk. Tehát ez az óhaj nagyon erősen megfogalmazódott, és bizony az elmúlt 1000 évben nagyon nagy utat tettünk meg. Hisz, hogyha arra gondolok, hogy ezelőtt már a bejövetelünk előtt 1000 évvel, már Pompeiben meleg víz volt, hideg víz volt, mozaik volt, meg kőházak, akkor azt mondom, hogy büszkék lehetünk a fejlődést tekintve, amit megtettünk. De nagyon sok hiányosság van még. A tudomány az a kiemelkedő tevékenység, ami nélkül nincs előrehaladás, és az az alap, az a komoly munka. És azért mondtuk, hogy vegyük számba, hogy hányan is vagyunk mi is, ami elvégződött, de bizony elhívtunk akadémikusokat. Tehát azért nem sok helyen gyűlt össze 6 magyar akadémikus az elmúlt pár 10 évben. 7-et hívtunk, 6-on itt voltak, és egy rangos előadássorozat volt. Ezt a rangos előadássorozatot sem cél nélkül szerveztük. És a cél az az, hogy azon kívül, hogy ezentúl az ilyen jellegű dolgainkról megfelelő emberekkel, megfelelő színvonalon megpróbáljuk elemezni a helyzetet, és megkörvonalazni a tovább lépés lehetőségét. Azon kívül kimondtuk itt, és ez persze elő volt készítve, hogy megpróbáljuk megíratni a székelyek történelmét. Historica Siculorum néven. Nem tudom, nagyon sokan emlékeznek, ezt a könyvet azért kölcsönöztük a polcról, mert nagyon sokan emlékezhetnek, hogy mutassuk be, hogy körülbelül miről van szó. 2 vagy 3 ilyen kötetben készül. Elmérhetőleg a mű, ami 2-3 év távlatát jelenti munkába, és több 10 embernek a hozzájárulását. Zárójelben hozzáfűzöm, azért mondjuk el a nézőknek, tehát ezt mintaként hoztuk, igen, hogy valaki, igen, azt higgye, hogy már meg van írva. Nem, azt is megállapítottuk, a konferencia után volt egy munkaülés, hogy hány füzet, hogy 40 füzet, és hogy 2 vagy 3 kötet, és 800-tól 8-900 oldalt jelent majd a mű. Na persze ez nem így csettintésre történik, és akkor kitaláljuk a dolgokat, hanem ez nagyon komoly egyeztetés, előegyeztetés előzte meg. Jó maga Megyed Ákos bácsival, aki a történelemtudománynak a székelyeket illetően a legilletékesebb professzora. Elmentünk Budapestre, azok van az intézményekben, tesztük tiszteletünket, amelyek leginkább segíthetnek. Az Országos Széchenyi Könyvtár, fogadott ott a vezérkar, az Országos Levéltár, a Nemzeti Múzeum, és még sorolhatnám az Akadémiának, a Magyar Tudományos Akadémiának a történelmi intézménye.
mind vállalták a fővédnökséget, és megalapítottuk azt a munkacsoportot és a szakember csoportot, akik ezen fognak majd dolgozni. Sőt, támogatókat kerestünk, és örvendek annak, hogy például a konferenciát 5 millió forinttal támogatta a magyar kormány. Természetesen azzal a politikai háttérrel, amelyik nekünk segített ebbe, hogy lépjünk, előre lépjünk. Tehát megszereztük magyarán a támogatást is az elképzelésünkhöz. A székelyek történelme, igen. A székely monográfia, az nagyon fontos, és azért is kértem ezt a két könyvet. Emlékeznek, akik 82-ben már könyveket olvastak, vagy ilyen jellegűeket, hogy mit jelentett az Erdély történelmének a megjelenése. Én úgy loptam haza a könyvet bukaresti nagykövetségen keresztül. Emlékszem, hogy egy jó darabig nem lehetett a polcra kitenni, csak az eldugott szekrény hátsó részébe kellett dekkolni a könyvnek, mert nem vett az akkori hatalom jó szemmel. Nem 82-ben, de egy kicsit később én is olvastam. A székely monográfia tulajdonképpen az első hivatalos székely történelemkönyv lenne. Igen. Fogalmazhatunk így, nem? Igen, tehát a nevébe is megegyeztünk, ízlelgettük, hogy székely monográfia legyen, székely történelem legyen. Végül abban maradtunk, hogy Historicus Iculorum néven fog megjelenni, és az említett terjedelembe. A munkacsoport Egyed Ákos professzortól, Obornyi Terézig, Pál Jutkáig, tehát mind azok, akik a kimagasló személyiségek a történelemtudományok terén, úgy Magyarországon, mind itt. Mi azt szerettük volna, hogy mi kezdeményezzünk, és a kolozsváriak segítségével, hisz ott van egy nagyon jelentős műhely, és a budapestiekkel együtt írjuk meg ezt a könyvet, hisz én elmentem az országos levéltárba, és bizony olyan okmányokat láttam, hogy Bethlen Gábor által kiadott oklevél, ami saját kezüleg írt alá. Vagy például udvarhelyekre vonatkozóan egy névjegyzék és az udvarhelyi pecséteknek a tára, hogy ki milyen pecsétet volt jogos használni azokban az időkben, és az udvarhelyeknek milyen vagyona volt abban a periódusban. Úgyhogy ott van nagyon sok ránk vonatkozó adat, és ennek az elképzelésnek egyik erőssége, hisz 2 éve kezdtük el ezt a munkát, azért mondom, hogy nem csak így hirtelen felindulásból jelentettük ezt be, hogy el kéne készüljön és hogy el fog készülni, hanem kértem a magyar államelnök segítségét, akkor még Sólyom államelnök úr volt, aki megígérte ezt, hogy az akadémia hadrendbe áll mögöttünk ebben a tekintetben. Vagy ami még fontosabb, hogy a székely önkormányzatokkal megegyeztünk abba, hogy a frontot közösen alkotjuk. Mert az enyém volt az ötlet, én tettem az asztalra, én kértem a segítséget, és csatlakoztak a szentgyörgyiek, a csíkiak, a kézdivásárhelyiek politikai színezet nélkül, és azt mondtuk, hogy ha kell, akkor tulajdonképpen mi összeadjuk azt a pénzt, ami el szükséges. És természetesen, hogy mind város is profitálunk, hisz a székely történelemnek egy jelentős része udvarhelyről szól, hisz udvarhely anyaváros. Anyaváros, pontosan. És az anyaváros tekintetében nagyon sok mindent nem tudunk még a jegyzőkönyvekből, hogy milyen döntések születtek, hogy hogy működött az a világ. Úgyhogy tiszta vizet tudunk valószínűleg e tekintetben is a poharakba önteni, és én remélem, hogy ebben mindenki partner lesz. Remélem, hogy még a román hatalmat is meg tudjuk győzni, hogy ebben segíteniük kell, hisz a ködös elméleteken, azoknak a rombolásán kívül nagyobb kárt már csak a saját butaságunk okozhat a társadalmunkban. Mindenképp rég várat magára egy ilyen könyv megírása. Nagyjából mikorra várható? Ha jól értettem, jó pár éves munkáról van szó. Én szeretném szorítani, van, aki 3-4 évbe beszél, én 2-3 év alatt szeretném, hogyha ki tudnám hajtani, úgymond idézőjelben jó indulaton a munkát azokból, akik ezt vállalják. Tehát most már a szerződéskötéseknek a pillanatában vagyunk, amikor felkérések, megrendelések és gyakorlatilag az anyagi háttér biztosítását le kell tegyük az asztalra. Tehát gyakorlatilag összeállt az elképzelés, és a következő munkaülés pedig egy hónapon belül, vagy legkésőbb pünkösbe tartjuk, ugyancsak Székely udvarhelyen.
Egy mondat erejéig kanyarodnék rá a fő ünnepségre, a március 15-ére, egyúttal áttérve a mai beszélgetésünk harmadik pontjára. Bár munka van, azért választások is közelednek. Mindenki azt várta a fő ünnepségen, hogy választások lesznek, és ennek megfelelően beszélnek majd a meghívottak, vagy akár ön is. Ehhez képest ünnepeltünk, emlékeztünk. Én úgy tartom, hogy március 15-e a magyar nemzet, nekünk a legnagyobb ünnepünk. Nem szabad torzsalkodással beszennyezni ezt az ünnepet. Még az enyémek sem örventek valószínű mind annak, hogy azt mondtam, ez az ünnep politikamentes lesz. Én úgy éreztem, az udvarhelyek ezt várják tőlem, hogy méltósággal tudjunk ünnepelni, ne legyen jelen napon, sőt, még látta, hogy politikusokat sem hívtam meg, külföldieket, hanem a Magyar Tudományi Akadémia Társadalomtudományi Intézetének a főigazgatója beszélt, történész, aki a legilletékesebb egyfelől az eseményeket értékelni, másfelől pedig Egyed Ákos bácsi. Én, mint polgármester, szóltam a jelenlévőköt, és remélem, hogy mindenkinek tetszett. Nagyon sokan voltunk a téren, én úgy érzem, hogy 6-8 ezer ember ott volt, tehát be volt az egész tér töltve jó szándékkal és emberekkel. Úgyhogy ennek nagyon örvendek, és a mikrofontól is mondtam, hogy örvendek annak, hogy bár voltak kísérletek arra, hogy megint külön valakik valahol, de végül megjelent úgy az MPP, a néppárt partner volt, ott volt a cserkészektől el a motorosok, mindenki, aki számított udvarhelyen. És annak is örventem, hogy például a kegyeletkoszorúit egy jó ideje nem azért helyezik el, mert úgy érzik, hogy jó az, hogyha elhangzik, hogy ők is ott vannak, hanem úgy a belső késztetés mentén voltunk olyan sokan. Lehet, hogy jövőre, hogy azért rövidebb legyen az ünnep, hogy ha mi szervezzük, akkor a koszorúzást előre fogjuk tenni, egy kicsit előbbre hozzuk, hisz azt a fél órát végig várni, az egy kicsit hosszú volt. Na, úgyhogy én köszönöm az udvarhelyieknek, hogy ilyen méltóság teljesen ünnepeltünk, hogy ott voltunk, hogy ott voltak, és ez csak így szabad. Említettem, ha valaki még nem tudná, hogy lassan kampányban járunk, 80 nap van a választásokig, és mint jelölt, támadások célkeresztjébe került, ez már érezhető akár a konferencia kapcsán is, a Vízie Szilveszter fővédnöksége. Két kérdőjelezték meg, illetve ugye ellenlábasai azt mondták, hogy nevét felhasználták a konferencián. Ez szégyenletes dolog, hogy októberben meghívtuk Vízi Szilvesztert, elvállalta és nagyon tisztelt, és köszönjük neki, hogy ezt megtette a fővédnökséget. Ugyanakkor szó volt arra, hogy eljön, hisz arról leveleztünk, hogy feleségével jön-e vagy nem. Nekem olyan információim voltak februárban már, hogy úgymond gyomrozzák. Habár én meg vagyok győződve, hogy Vízi Szilveszter nem lehet gyomrozni, de voltak rá próbálkozások, hogy miért jön, miért március 15-én, miért udvarhelyre, miért így, miért úgy. Vízi Szilveszter azért nem jött el udvarhelyre, mert március 14-én, tehát 15-én már itt kellett 14-én este itt lennie, mert március 14-én a Széchenyi nagydíjat kapta meg, mint kitüntetést, állami kitüntetést, legmagasabb magyar állami kitüntetést, amihez neki gratulálunk és jó egészséget kívánunk, s örvendünk, hogy ez Vízi Szilveszter, aki, még egyszer hangsúlyozom, elvállalta a fővédnökséget, elvállalta, hogy itt jött, februárban jelezte, hogy valószínű ilyen okok miatt nem tud itt lenni. Az viszont szégyenletes, hogy vannak olyan közéletiek, politikusok, akik egy ilyen tudományos konferenciát is már megpróbálnak megfúrni. Már az, hogy megpróbálnak megfúrni egy politikai összejövetelt, azt próbálják, vagy akár, mit tudom én, az érdekeiket próbálják megjeleníteni itt vagy ott. Tehát egy tudományos konferencián, egy olyanon, amilyen még nem volt, itt udvarhelyen nem volt 6 akadémikus egyszerre, sőt Magyarországon is egy helyen egyszer az utóbbi 10 évben valószín. Ez nagyon szégyenletesnek tartom, és nem helyén valónak. Ugyanakkor örvendek, hogy a konferencia sikeres volt, és örvendek annak, hogy Vízi Szilveszter az este azt nyilatkozta, hogy mindig szívesen megyek Székelyudvarhelyre. Én nagyon fontosnak tartok minden ilyen rendezvényt, nevem összeköthető az Erdélyi országgal kapcsolatos fejlesztésekkel. Egyszerűen nem értem a vitatárgyát, mind ahogy én sem. Azaz én érteném,
És az elmúlt időszakban nagyon sok mocskolódó iromány jelent meg a személyemet tekintve. Úgy látszik, hogy érzik azt, hogy velem valószínű nem biztos, hogy sikerre tudják vinni elképzeléseiket, vagy velem nem bírnak magyarán. Ezért én is láttam azokat az újságokat, újságszerűnek nevezhető lapokat, amelyeket szórtak Székelyudvarhelyen, és amelyet ugyanúgy nem tartok méltónak arra, hogy válaszoljak. De ezek az emberek hazudnak, mint ahogy a Vízi Szilveszter ügyébe is hazudtak, hogy azt mondták, hogy Balkáninak minősítette Vízi Szilvesztert, ilyet nem tett, ilyet nem mondott a módszert. Úgyhogy hazudtak arról vonatkozóan, hogy a kazán kiukadt, hazudtak arra vonatkozóan, hogy hány földosztó bizottsági gyűlés volt, ezek úton útfélen ezt teszik. Mocskolódnak, sárra dobálóznak, én szerintem nem szabad erre a szintre süllyedni. Viszont egy biztos, hogy nehogy valaki abba a tévhitbe legyen, hogy bármiféle takargatni valója van a polgármesternek, vagy bárkinek közülünk. Ma például összehívok egy sajtótájékoztatót, és a sajtót megkérdezem, hogy van-e bármilyen kérdés a felmerült, felhozott ügyekkel kapcsolatban. Akár a kis titkársággal, amit nem szégyellek, akár a házammal kapcsolatosan, bármivel. Tehát nekem az én múltam és a munkám nem csak hogy áttekinthető, hanem tisztességes. Nincs takargatni való. Három fő témakör van, én is listáztam közben, amit rendszeresen előhoznak. Az egyik a bölcsőde ügye, a másik a kis titkározás, ahogy ön fogalmazott, illetve a harmadik a lakása körüli. Nagyon röviden, tehát a lakásomat, ez az első olyan lakás, amit megvásároltam 20 év után. A többit örököltük, szülőktől, stb. A lényeg az, hogy még 2008-ban még megyei tanácselnöki autót használtam, amikor az apró hirdetésből ezt a lakást kinézte a feleségem. Elmentünk, megnéztük és megvettük, mert a József Attila utcai lakásunk nagyon kicsi volt, kétszobás lakás volt. És nem fértünk, ötön vagyunk a családban. És volt rá mód, hisz 20 év kiemelt tisztségviselői munka után és javadalmazás után ezt megtehetem. Sőt, köztudott, hogy cégeim vannak. Tehát gyakorlatilag nem csak abból a pénzből élek, amit polgármesterként keresek. És a cégeimet semmiféle összemosás nem érhette, hisz nem üzleteltem olyan szerűen, ami szóbeszéd tárgyát képezhette volna. Tehát tisztességesen úgy, ahogy kell, a 10 embernek munkahelyet teremtve, vagy ahogy lehetett. Mikor, ahogy lehetett. A bölcsődét tekintve, tehát az, hogy a háznál, mert azzal kötekednek, hogy telekkönyvezve hogy volt, hogy nem volt. Volt egy bonyodalom, ami nem az én munkámnak köszönhető, hanem az eladó vállalt bizonyos ügyintézést, és ezt a mai napig nem sikerült kivitelezni, és akkor mondtam, hogy nem baj, a kezembe veszem az ügyet. Az ügyet, hogy kezembe vettem, ez azt jelentette, hogy bepereltem az eladót, megnyertem a pert, és most rendbe lehet hozni a telekkönyvet, annak van a folyamata, hogy a régi bejegyzéseket törölték, és a következőkben pedig a házat bejegyzik. Úgyhogy ennyiről szólt az egész. Az, hogy nincs a nevemen a ház, mert cégem van, ez egy más kérdés. Itt gondolkozok, hogy átíratom a nevemre, hisz csak az adó 10-15-ször akkora, mert cégem van, mint hogyha a nevünkön lenne. Úgyhogy itt semmiféle fogást nem fognak kapni. Azok, akik rossz indulaton... És azért elég furcsa, hogy az egyik MPP-s tanácsos bíztam meg, tehát ennyire nem volt takargatni való Molnár Miklóst, hogy a különböző bejegyzéseket, a fölmérés meg egyebet eszközöljék. Így jutottak információhoz. Mikét. Vagy Mike. És hazug módon aljasan, mert ez nem tudok egyebet mondani. Megpróbáltak mindenfélét itt kreálni ügyet, ahol nincs ügy. A bölcsödéről meg azt akartam mondani, hogy az korábbi adásainkban is kiveséztük, tehát arról sok újat nem tudunk mondani. Szeretném azt, hogy a bölcsőde a miénk legyen, de egyet kell tudni, hogy a bölcsődét valamikor 90-es években megvették. Tehát megvette a Rossi, innet kezdve ez az egész egy politikai ügy. Én nem, hogy mondjam, nem a mi térfelünkön kell keresni azokat, akik lenyúlják az épületeket. Az MPP ott a saját udvarán nézze meg, hogy ki szokott épületeket lenyúlni.
és sorolhatnám az épületeket. A volt néptanácskantin épületét, a Kőkeresztéren 400 négyzetmétert, és a Csereháton egy telket, úgyhogy gyakorlatilag, amivel ígértem, hogy ki fogom tenni az asztalra ezeket az információkat, nem nagyon foglalkoztam vele, hisz elég munkám van, de meg fogom tenni, úgyhogy idő kérdése. Szégyenletes dolog. Kampány van, én jól tudom, és ilyenkor lehet, hogy semmi sem drága, de ide nem szabad süllyedni. Melyik a harmadik? Ugye a tisztítkározás. A tisztítkározás, igen. Nézem. Az MPP megpróbál mindig bebújni olyan emberek bőre alá, akivel ők tetszelegnek. Ilyen a Kövér László, ilyen Orbán Viktor, bár Orbán Viktort úgy láttam, hogy kezdte eltávolítani magától. Ugye például az MPP elnöke, Szász Jenő a Facebookján olyan képet tett fel, amivel Orbán Viktorra látható. A Orbán Viktor egy nagyon becsületes, köztiszteletbe álló miniszterelnök. De kell azt tudni, hogy Esztergomba kisztitkár volt a liceumban. Na én is az voltam. Hogy aki 63-ban született, az sok mindent megér. Kövér László a kommunista párt központi bizottságának, a Társadalomtudományi Intézetének volt a munkatársa. Gondolom, hogy elmond mindent ez. Akkor miről beszélünk? Egyébként akkor is a munkát láttam, a munka lehetőségét a gimnáziumban. Mert meg tudtam oldani azt, hogy végre a diákok is játszhassanak a teniszpályán, ne csak a tanárok. Mert meg tudtam oldani azt, hogy legyen egy fotolaborja, amelybe a diákokat is beengedik, nem csak a tanárokat. Szerveztünk kosárlabda bajnokságot, és amiután az ember megkapta a kellő információkat, akár a pofonokat is, 11-esen elvittek a Szekuritátéra, és végigvertek bennünket. Látva az, hogy a rendszer hogy működik, akkor ezt követően már egyetemistaként nem vállaltam semmilyen tisztséget. Felkértek arra, hogy legyek pártag, még pártag se voltam. Akkor mi ez itt a probléma? Mi ez a kisztitkározás? Egy idősebb ismerősem jegyezte meg a téma kapcsán érdekesen, hogy akkor más szelek fújtak, egy-egy ilyen kis tisztség, akár eszköz is lehetett, ahogy ön sorolt a bizonyos célok elérései. A másik, hogy diánként 16 évesen vagy 10 évesen, én meg vagyok győződve például, hogyha Szász Jenő hamarabb születik 10 évvel, akkor már rég pártitkár lett volna. Amilyen a habitusa, hozzáállása, mert ugye a karaktereket ismerjük. Nekem viszont tetszik, hogy mindettől függetlenül azt választották szlogenként, hivatalos vagy kevésbé hivatalos szlogenként, hogy a kutya ugat, a karaván halad. Na igen, hát nézze, nekünk a dolgunk az, hogy elkészítsünk, elvégezzünk munkákat, erre szegődtünk, és ezért vagyunk. Nem azért vállaltunk tisztséget, hogy azzal büszkélkedhessünk, hogy én vagyok a polgármester, vagy én vagyok a tanácsos, vagy én vagyok ez. Hanem ez egy eszköz arra, hogy a Rózsa utcát elkészítsük, a Szent János utcát, a víztisztítót, a sétateret, a sportpályákon kívül a sporttermet a bányaiba, a szennyvíztisztítót, és még sorolhatnám. Erre vállalkoztunk, és nekünk ez a fontos. Na most persze, hogy néha azért ki kell erre térni, hogy ne tűnjön úgy, hogy szó nélkül hagyjuk, ezt azért megtesszük, de nem szívesen. Tehát a sárdobálásban nem akarunk részt venni, és csak addig a mértékig válaszolunk, ameddig úgy érezzük, hogy feltétlenül szükséges. Tehát még egyszer, bárkinek bármilyen kérdése van, akár a Városháza, a Dolgaink című labba meghirdetett e-mail címen, vagy máshogy, adásba, itt válaszolunk mindenre. Nem ezzel fogunk foglalkozni, de válaszolunk, mert nincs takargatni valunk. De ezen kívül nekünk a legfontosabb továbbra is a munka lesz, hisz minden perc, amit elvesztegetünk, azért kár. Mások nem fogják megoldani helyettünk a dolgokat, sem Budapestről, sem Bukarestből. Amit megcsinálunk mi magunk, az marad. Ezért fáj nekem például, hogy egy ilyen tudományos konferencián megpróbálnak fúrni, hogy felhívni, hogy ne gyertek, miért jöztök, és utána megjelentetik, hogy hát nem is az egyik valaki távol maradt, vagy pedig megjelentetik, hogy Udvarhelyt akkor így látja egyik vagy másik fideszes politikus. Választások vannak, talán nem is kell meglepődnünk ezen. Polgármester úr, köszönöm, hogy itt volt, jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. És visszavárom is. Nézőknek is köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva. Viszontlátásra!